Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a Pico Expert H0 építési nagyságú, három kocsis, 5.-6. korszakos XMPR festésű Tren Italia Eurofima kocsi szettjét fogom nektek röviden bemutatni. Először pár szó a modellek eredetiéről. Az olasz vasút első körben 1976 és 82 között szerzett be összesen 100 darabot az Eurofima kocsi típusból. Ezek a kocsik Fiat forgóvázzal és Bode Wegmann ajtókkal kerültek leszállításra, még ekkor a standard narancsfehér csíkos C1-es színezésben. Néhány év kihagyás után aztán 1985 és 93 között további 730 kocsit vett az FS, már némileg módosított paraméterekkel. Ezeknek a későbbi kocsiknak egyik szembetűnő jellegzetessége a már módosított, nagyobb nyomásállósággal rendelkező ajtók például. Az 1990-es évek végén a Trenitalia a kocsikat elkezdte az újonnan bevezetett XMPR festési séma szerint átfesteni, és a 2000-es években a kocsik főjavításuk alatt egyéb további korszerűsítéseken is átestek, ami elsősorban a belteret érintette, illetve ekkor kaptak zárt rendszerű WC-ket is a kocsik. Érdekesség, hogy anno a 2000-es évek elején még Dunakeszin is főjavítottak és korszerűsítettek ilyen olasz kocsikat, valamint az, hogy az XMPR sémára festéssel nem járt feltétlen együtt a kocsik emelt szintű főjavítása, így eredeti kialakítású, az első gyártási csomagból való kocsik is futottak korszerűsítés nélkül ebben a színterben. A modellezett kocsik is ilyen, már XMPR-es festési mintájú, de még az eredeti kivitelű ajtókkal és ablakokkal rendelkező járműveket modelleznek. A szett egy nagyobb dobozba egyve csomagolva érkezik, ami tulajdonképpen három sima, egy kocsit tartalmazó dobozt rejt. Ezeket kivontva vehetjük kézbe a járműveket. A szedben egy első osztály és két másodosztály található, ez utóbbiak természetesen eltérő pályaszámokkal. Formailag szerintem nem lehet panasz a modellekre. Már az ÖBB-s verziónál látott rendkívül jól eltalált kocsiszekrény köszön itt is vissza az olasz vasút színeiben immáron. A kocsik teljesen készre szerelve érkeznek, mindösszesen az alsó lépcsőket kell elhelyezni a kocsi alján, illetve kapcsolót cserélni, ha nem a kengyeles típust akarjuk használni. Részletek tekintetében szerintem mindenképpen említésre méltóak a füstszürke ablakok és azok filigrán kereteinek kidolgozása, illetve a forgóvázak. A forgóvázaknál teljes egészében csonkolás nélkül került felhelyezésre például a kígyózásgátló, illetve alul megtalálhatjuk a tárcsafék imitációkat is. Az alvázberendezések a szoknya mögött bújnak meg, itt minden elem ráöntött, ugyanakkor megfelelően részletes kialakítású. A beltér a többi Pico Expert kocsihoz hasonlóan egyszínű, ez a sötétített ablakok miatt, viszont csak belső világítás beszerelése esetén válik láthatóvá. De mindenképpen egy negatív pont, hogy továbbra is ilyen egyszínű belsőkkel készíti a gyártó a járműveit. A kocsi külső festése a Pico-tól megszokott minőségben készült el, megfelelők a színek, az XMPR festése jellemző minta hű az eredetihez, és a maszkolások is precízen vannak megoldva. A feliratozás is első osztályú, minden apróság éles és olvasható. A Pico ezen a téren hozta a kötelezőt. A terepasztalon a kocsik az ÖBB és CD társaikhoz hasonló futási tulajdonságokkal rendelkeznek. 360 mm a legkisebb bejárható ízsugár, ezen még rövid kapcsoló használatával is biztonságosan lehet őket járadni, akár húzott, akár tolt üzemben. A futások sima, gördülési ellenállásuk minimális. Abszolút etalon szerintem ezen a téren a gyártó, ez az, ami 2024-ben elvárható lenne minden új fejlesztésű modellnél. Felhasználhatóság terén egy elég univerzális járműtípusról van szó. Az olasz belföldi járatokon mindennapos kocsiknak említésre mindenképpen méltó hazai vonatkozása is van, ugyanis a Goldoni Eurocity szerelvényében is közlekedtek ilyen járművek 2005 és 2007 között, a vége fele már sajnos inkább ritkábban, illetve ebben az időszakban a Venezia szerelvényében is voltak ilyen kocsik nyáron erősítésként ad hoc jelleggel. A Goldoni Eurocity szerelvényéhez a szedben lévő három kocsi tökéletes kiindulási alap, megígyezném, hogy a teljes szerelvényhez egyébként még két további olasz másodosztály lenne szükséges.
A MÁV vonat részmodellezéséhez pedig az ACME drávai IC-szettjét használhatjuk fel, egy első osztály, egy bauceni étkező és egy vagy akár kettő másodosztály felállásban, a vonat élére pedig 5. korszakos szili vagy gigant fogható be. Így egy teljesen autentikus 2000-es évek közepi Goldoni Eurocity szettet kapunk. A bemutatott szett alapára 95 ezer forint körül alakul, ami nem mondható kifejezetten olcsónak, azonban idén 60 ezer forintos akciós áron is meg lehetett néhány hónapja tavasszal szerezni ezt a szettet, én is ekkor vettem, ami egy nagyon jó ár volt cserébe ezért a három kocsiért, főleg így, hogy magyar vonatkozásban is én fel tudom használni, és egy ilyen klasszikus, a Balaton déli partján általán oly sokszor látott szerelvényt is ki tudtam belőle állítani. Az Eurofima kocsikról szerintem számtalan bőr lehúzható lesz majd még, kíváncsian várom, mire fogja a Pico még megfesteni a következő években őket. Ezek a bemutatott kocsik saját járművek, kereskedelmi forgalomban vásároltam őket saját célra. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!